Irina, Juri és Anya. Így nevezték el a három szibériai tigrist a Nyíregyházi állatparkban. A kölyköket már láthatta a közönség, mert édesanyjuk Pamir úgy döntött, a kifutóban hozza világra kicsinyeit. Az apróságok május közepén születtek, anyjuk anyatejjel táplálta őket, és mivel Pamir és Boris nagyon gondos szülőknek bizonyultak, a kis tigrisek szépen fejlődtek. A tigris kölyköket ma mérlegre tették, így kiderült, már majdnem 5 kilót nyomnak. Ezután orvosi vizsgálaton estek át. Azért lehetett látni, hogy 5-10 perc után már azért megmutatják a foguk fehérjét, úgymond. Most ebben a korban még jól kezelhetőek, éppen ezért alkalmas arra ez az időszak, hogy az általános orvosi vizsgálatokat elvégezzük, egyedi azonosítóvallásuk kell, megkapják a kötelező oltásokat, de 1-2 hónap múlva már nem fognak cicózni. A kis tigriseket az állatkertbe látogató gyerekek is megnézhették, most még egészen közelről. A kölyök állatok aztán kézről kézre jártak. A Nyíregyháza Tigers amerikai foci csapat tagjai is kezükbe vették az apróságokat. Nagyszerű élmény volt megtapasztalni, hogy milyen lehet egy ilyen vadállatot még kiskorában megfogni és megtapintani, hogy milyen a bundája. Ők kanadai fehér farkas kölykök, jelenleg 7 hetesek, és 6 hetes korukban szoktak utoljára, most már áttértek a ragadozó életmódra. Megfelelő táplálékhoz, azaz mivel táplálkoznak szerintetek? Hussal! Így van ám, husival! A kis tigrisek után farkaskölyköket mutattak a gyerekeknek a Nyíregyházi állatparkban. A kanadai fehér farkasok a sóstói kert legújabb jövevényei. A fiú és a lány farkas az Ulva, illetve a Szeszi nevet kapta, amely északon farkast és havat jelent. A farkaskölyköket is megvizsgálták, ők is szépen fejlődnek. Nagyon szépen gyarapodnak, tehát életkoruknak megfelelő testsúlyúak, és most estek át az első orvosi vizsgálaton, illetve az oltásokat is megkapták félrehajtással és csipezéssel kiegészítve. A kis farkasok most még szürkék, ez a szín rejtőzködésüket segíti, de nagykorukra kifehérednek, a kifejlett egyedek bundája hófehér.